Hát először is nagyon szépen köszönöm a csapatomnak a hozzáállást, az rendben volt. Kicsit hátrányba kerültünk a végén, lehetett érezni a mozgás hiányt, a hátrányt, a gyorsaságot, amit a fiatalokkal ebből domináltunk. Sajnos még úgy érzem, hogy épp úgy, ahogy Baluta, Knezsevics, Mance nincsenek olyan állapotban, hogy 100%-os fit erőbe és gyorsaságba. Tehát ezt lehetett a meccs végén érezni. Ez egy kicsit azért kellemetlen volt számomra. Viszont nagyon örültem annak, hogy a hozzáállás az maximális volt. Mindenki feldolgozta azt, hogy milyen komoly mérkőzést játszunk. Felkészültünk rá, hogy a Mezőkövesd védekező játékkal jön hozzánk, ahogy szokott, 5-6 védővel, sőt második fél időben 10 védővel a félpályán. Azért is hagytuk a Balutát a pályán tovább, a Fannifet egy kicsit pihentettük, a Knezsevicssel váltottuk, hogy meg tudjuk törni az ellenfél védekező zónáját. Nagyon jó beugrásokkal került mozgásba vagy helyzetbe Kis Tomi, Komáromi Gyuszi, aki a végére épp úgy elfáradt. De a csapat megérdemeli a maximatóriumot, és tényleg azt, hogy a hozzáállásért nagyon szépen köszönöm, főleg azt, hogy nagyon nullára lejátszottuk a mérkőzést hátul. Van még mind dolgozni, főleg ezt arra gondolok, hogy a visszatérő játékosok kondícióba jöjjenek, és főleg gyorsaságba fölvegyék a versenyt, és olyan állapotba kerüljenek minél gyorsabban, amiben voltak. Sajnos ez a 6-7-es kiesés, ez nagyon hosszú idő. Ha mindenkit ezt fog várni, szeriózisan, akkor minden csapatnak nagyon sok gondja lesz ebben. Mi megpróbáljuk a szezon közben visszahozni azt a kondíciót, amiben elhagyták a csapatot ezek a játékosok. Bízok benne, hogy a következő mérkőzésen még erősebbek leszünk, főleg mozgásba, és ha az egész mérkőzést fogjuk tudni húzni olyan tempóba, ami a végén ellentámadásokat tudtunk hozni, akkor bízok benne, hogy eredményesek is tudunk lenni. A csapat hozzáállásához még egyszer nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a csapatnak a 3 ponthoz, és üdvözöljük Gyuanyú ezt a kórházban. Remélem, hogy nem lesz nagy komoly és nagyobb gondja.